Hello, sziasztok! Mize vagyok ismét ebből a retekből. Mit a Manhunt-nak hívnak. A legutolsó videó óta egy kicsike kis pihenésre volt szükség, ahhoz, hogy ehhez vissza tudjunk térni, ugyanis túlforrósodott a VHS videó felvevő egység, úgyhogy le kellett cseréljük. Nézzük, töltsük vissza az előző mentést, ahol abba hagytuk. Ugyanis szeretnénk befejezni azt a pályát, ugye? Sajnos. Na, hol is tartottunk? Nagyszerű. Jó. Már úgy kezdünk, hogy futkorászik. Nagyon jó. Nagyon jó kezdés. Ezzel árulja egyébként, hogy a bátyja nyomdokaiba akart lépni, mert baseball karrierbe kezdett. Köszönöm szépen, játék. Szóval a baseball karrierbe kezdett, azért futott ilyen jól. Mert már nagyon sokat gyakorolta a futást. Próbáljuk meg újból, egy másik perspektívából. Mondjuk egyébként nagyon örülnék neki, hogyha nem jelenne meg ez a buzi kurzor anyádat már. Szóval... Szóval, mint mondtam, a bátyja egyébként baseballozó volt, profi baseballozó. És ezért neki már biztosítva volt a karriere. mert otthon tudod gyakorolni vele, persze. Meg így meg tudta baszni az ütővel hátulról a picsáját. Kurva anyádat. Pont így. És miután az első edzés véget ért, ugyebár... Hát rögtön erre a sorozatgyilkos elmebeteg karrierre szakosodott utána. Szakosodott. Csak jól emlékeztem, hogy van ott árnyék. Ha, jók vagyunk még, jók vagyunk. Gyere, gyere te majom. Neki pedig azért van ilyen reket hangja egyébként, mert ő pedig építkezésen dolgozott, és ugye hát folyamatosan hangosan kellett ordibálni, mert ilyen nagy panelházakat építettek. Meg egy anal intrudert fogok a picsádba építeni mindjárt. Csöndben. Így. Nem baj, most éppen végignézi a spanol. Ó, de gyönyörű nézel ki, bazd meg. Gyönyörű voltál! Te annyira nem. Oh, hello! Szavasz, piros kantáros buzi gyerek!
Nézd meg a sok dízeles hordót, basszus. Van egy ötletem, gyere oda, mutatok valamit. Gyere. De a haverod miért jön? Azt nem akarom, hogy jöjjön. Most ebben mi volt a hangos? Position. Pozícionálnám a faszomat a szádba bele. Na, kezdenek kedvezők lenni az esélyek. Nem baj, így is jó. Mondom, ott a sarokba végig nézi a kis geci. Hippi apacs! Hát bocs srácok, de még mindig ugyanez a szar ütőn van, úgyhogy kurvára unalmas. Kivégzéseket mutathatunk be csak. De legalább az is valami most. Túléltük elsőre. Nagyon jó. Nagyon jó, szuper. Szuper, nagyon jó. Kell nekünk a hellat befőtt, mert már nagyon mérgesek vagyunk. Mindig elfelejtem, mi a fasz van itt hátul. Még több befőtt, nagyon jó. Szükségünk is lesz rá. Meg erre is. Ajajaj. Ez eléggé csalás szagú, de nem baj. Hello. Na, múltkori után te most egy ilyen gyönyörűségeset kapsz. Bárcsak lenne nálam valami zongora húr, hogy letépjem a fejedet, de nincs. De rasszista, geci. Aha, eddig nagyon jó. Ne egy színe legyen láthatatlan fal. Hát végül is nem volt. Jó. Semmi baj. Semmi baj. Egy is jó. Csak gyere ki onnan a bunkeredből. Ez az. Szép. Nagyon jó. Ügyes fel. Ez az, most menj vissza szépen, mert itt nincs is igazából semmi. Hiszen látod, hogy nincs itt semmi. Se faszom. Gyere te buzi.
Ennyi? Neked most itt beteljesedett az életed? Na kurva anyád! Hát jó. Az a jó, hogy ilyenkor legalább nem tudnak megmozdulni. Jó. Nem tudtam, hogy van ilyen. Most már tudjuk. Jó, meghalt a haverod, amúgy tényleg. Elfelejtettem szó. Az igen, bazd meg! Van combja a csávon, a figyelted? Hát az fél lábbal odébb rúgta, bazd meg a hűtőt. First to go. Téged jöjjelek meg először? Hát ugye nem lenne itt a haverod, már rég hull lennél. Az... anyáda! Basszó, kurva anyádat, már te geci játék! Nézd meg, nem patkány amúgy, egy kicsit se a játék. Úgy látom, hogy ez a part 2 is két partos lesz. Nézd meg, de ez mi? Most mi a jó édes gecis faszopó kurva anyád büdös pics haját csinálsz? Gyere, ikert, tesó. Menjél szét, basszuk a fejed. Add ide azt a szar már. Jaj, jaj, gyere, check this one out. Check this one out, gyere! Gyere rám, gyere! Minél többször próbálkozok, egyszerűen annál kevesebb lelki erőm, meg kedvem van már ehhez az egészhez, bazd meg. Mert hogy ez egy akkora egy geci. Tudod mit? Szarok rád. Így kaplak el. Nincsen skip, vagy valami, bazd meg, már nagyon unod. Hé, bazd meg, arra vannak pajra. Vagytok páran. Na mondjuk elbasztam. Nem baj. Így is jó lesz ez. Szépen újra töltjük a... Nem is tudom mi a szar ez. Szök belövőnket. Keep it alive. Careful.
Hát az NPC elhelyezéseket viszont, ami azt illeti, azért lehetett volna egy kicsikét még csiszolni, mielőtt kiadják a játékot. Szerintem, mert amikor egyszerre négyen szaladnak egy helyre, azért ez annyira nem poén. Ott elvileg csendben kéne kinyírni őket. És fegyvere sincs az embernek, ugye? Mert valami gyökérszar szögbelövőre lecserélte, mert játék azt mondta neki, hogy az jó, holott valójában meg egy kalap szart nem ér. Csá. Ups. Na, de ennek már legalább nem izéje van, nem lövődözőse. Már nem lövődözőse. De hogy a faszomba... Csak újra töltöttem, te geci. Na, most megbasztak anyád hátán, gyere. Szevasz, te buzi. Megint. Na. Jó van, én is ki faszom ebbe a szarba. Kell írni nekik egy e-mailt. Na akkor még egyszer. Hát mondjuk ezt nem akartam. És mi lenne, hogyha így használnám? Egyből oda teléz, nagyon jó. Jó, semmi baj. Ez a gyökér az oda lejön. És ez is fotizik a vizével, ütővel, tehát jó. De gondol egyet, bazd meg, azt mondja, hogy megvagy. Jó, semmi baj, nyugi. Nyugi, semmi baj, nyugi, oké. Majd mindjárt idejön, meg, tök jó. Bérnek, megtalálják a haverjaikat, aztán kicsit elámulnak a munkásságomon. De... Vagy megbasszák az öreg anyjukat, igen, ez a két, ez jó van. Na igen, menjetek, nézzetek körül, itt vannak a spanyaitok, meghaltak, amíg te recskáztatok. Szevasz. Ó, ez ilyen Duke's Hazard. Most vettem észre egyébként a rejtett utalást, hogy ez ilyen... Ebben volt egy filmutalás. Szóval Hazard megye jó... Na még egyszer, Hazard megye lordjai. Filmutalás, nem megy ez ma nekem. Én nem is erőlködök. Most annyi lesz, amennyi lesz. Kész. Nem érdekel. Szarok rá! Elhiszem, hogy nem a legjobb, elhiszem, hogy meg lehet csinálni jobbra. De most itt nem ez a lényeg. Most már csak az a lényeg, hogy ez a szarpálya meglegyen. Szóval nem tudjunk haladni. A többi az most egy picit mellékes, mert a következő pályán még gondolkodunk ilyesmén. Ez a baj, nagyon hangos ez a buzi ütő, és ezért egyből mindenki felém néz, látod? Ez is? Ez is egyből megtalált. Mit csinál? Visszagolgatod az öklödet? Anyádba volt? Vagy mi van? Jó, vagy ügyes, most szétbaszom az agyadat. Nem, most már kurvára mennék tovább ezen a buzi... De nem igaz, geci. Ezt is ki kéne szedni belőle, esküszöm. Sajnos ez... Úgy lehetem, hogy valami... Platformra lett először tervezve, mármint valami konzolra, mert PC játékban nem igazán látom értelmét annak, hogyha megnyomod a balra meg a jobbra nyilat, akkor így hátraugorjon, mint valami ukrán. Kettőt csattintva a fitymájával közben. Jó, lesz a sárga szarok rá.
Csak hadd jussak már tovább, mert már unom. Nem tudom képzelni, ti mennyire unjátok. De nem vagyok madár annyira, mert már más lövi a seggem. Kellenek a befőttek, látjátok? Gyűjtjük őket. De csak van ebben még egy-két flaw. Nem baj, most nagyon lövöm akkor én őt. De azt sem tudom, hol van. Hát bazd meg, egyszer csak eltűnt. Ja, ott recskázik fönn a pornóra, már megint fogadjunk. Dagad geci kurva anyja. Az hát. Megbüfölöm az ajtót. Geci. Jó, nem baj. Valahol a pulj már oda. Nem lehet mi? Jó, akkor lekommandózzuk úgy. Amúgy. Csak ahhoz egy-két befőtt. De most már nem akarok megdögleni, mert még egyszer előről kezdem, én már elet vágok, komolyan mondom. Ez a buzi libikóka is bazd meg, mi a faszomra jó. Ott van a patkány arcú verép, geci. Hova lettél? Hova lettél? Előbb ott voltál! Nesze te büdös faszopó geci nyomorult! És hova menjek? Mit csináljak? Semmi baj nincs. Szépen haladunk tovább. Hopsz. Nagyon jó. Gyere te fingó arcú buzi. Gyere már ide te buzi. Várja, hogy kinőjön alatta a függ, az meg. Jó, megkerülni sem lehet. Ó, oh, árnyék, na végre valami hasznos dolog. Mozdulj már meg, mozdítsd meg a dagad picsát! Remélem ez az utolsó seggfej. Na végre! Hogy ezek együtt vannak. Mert ott lehet látni a csávónak ugyanolyan karszalagja van, ez érdekes, mint akiket eddig kinyírogattunk. Viszont most nagyon jó hír, megvan a három csillag, úgyhogy ezek szerint nem az a lényeg, hogy... Jézusom, 52 perc. Nem az a lényeg, hogy most hány embert ölsz meg, csak hogy nagyjából hány százalékot kell kivégezni úgy olyan szépen. Hát akkor mi most kibaszottul mentünk egyet, mert ja, most fuel with hate, az tuti, bazd meg.
Ó, igen. Úgy látom, hogy már lesznek fegyveresek is. Ja, ez meg Nick Fury 20-as éveiben amúgy. Hát jól van, akkor köszönöm szépen, hogy ezt a részt is megnéztétek. Bocsi, ez igazából most csak egy part 2 volt. Ez most úgy is lesz föltöltve, de nem sokára jön majd a következő videó kiengesztelésül, és azt megpróbáljuk picikét normálisabbra megcsinálni. Attól függően, hogy hogyan engedi a játék nyilván, mert ez az előző pálya vége, ez valami agyrák volt, az nem is értem, hogy lehet így megcsinálni, na mindegy. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek.